Üdvözöllek, Bence Balázs vagyok, és a mai rövid videóban a száguldó rakétákkal, az OTP-vel, az olajjal és az eurodollár grafikonnal fogunk foglalkozni. A meredeken emelkedő tőzsdei hullám olyan, mint egy körhinta, utólag nehéz beszállni, és mivel semmilyen árfolyam mozgás nem tart örökké, tisztában kell azzal lenni, hogy a kiszállást is jó kell időzíteni, sokkal jobban, mint a képen látható fiatal emberek. Emelkedő trendben, ami jelenleg mind az OTP, az olaj és az eurodollár napos grafikonját jellemzi, szerintem két dolgot tudsz csinálni, az árfolyam kitör fölfelé, akkor vételi pozíciót veszel fel, vagy ha egy erőteljes korrekciós hullámot azonosítasz, akkor szintén vételi pozíció után kereskedsz. Kitörésre egy példa az OTP árfolyam mozgása, amikor a héten 11 000 forintos szint fölé lőtt az árfolyam. Amennyiben erről lemaradtál, az nem azt jelenti, hogy kimaradtál a buliból. Ugyanis előbb-utóbb bekövetkezik egy korrekciós hullám, és azt is meglovagolhatod. Amennyiben kialakul egy korrekciós hullám, a 11 ezres korábbi kitörési szint, amely most már támasza az árfolyamnak, az én világom szerint ideális beszálló lehet. Teljesen hasonlóan a 10.400 forintos szinthez, mely szintén egy korábbi csúcshoz kapcsolódó támaszhoz kapcsolódik. A kereskedési pozíció felvétele kapcsán ismerkedjünk meg mogránccsal, a benned lakozó negatív érzelmi állapotok és korlátozó meggyőződéseid által létrehozott szörnyeteggel, aki sokszor lehetetlenné teszi, hogy megtedd azt, amit stratégiád diktál. Mint említettem, mográncs a benned lakozó szörny, hogyha kívülről jött volna, akkor minden bizonnyal migráncsnak hívnánk. Nevezzük a szörnyet akárhogyan, hatására, hogyha kilő egy termék árfolyama fölfelé, akkor azt eszméletlenül drágának érzed, még hogyha valami erőteljesen csökken, de még emelkedő trendben van, akkor félsz beszállni, mert éppen világvégét vizionálsz. A száguldó euró-dollár rakéta esetében azt nézzük meg, hogy mely szintek állíthatják meg az emelkedést, hol fogyhat ki az üzemanyag a rakétából. Ez természetesen bárhol megeshet, de nagyobb az esélye, hogy egy erős ellenállás vet véget a szárnyalásnak. Egy ilyen erős ellenállás szerintem az euró-dollár grafikonon az 1.27-es szint, ahol egy csökkenő trendvonal, egy korábbi mélyponthoz kapcsolódó ellenállás, valamint egy Fibonacci szint is található. Mint már említettem, a körhintából tudni kell jól kiszállni, gyakori jelenség, hogy valaki már jelentős profitot ért el, ám a bennünk rejtőzködő mográncs hatására ilyenkor úrrá lesz rajtunk a mohóság. Ezért nem áll nézni az erős ellenállásokat, és tudni kell a profitot is zsebrevágni. Végezetül térjünk át az olaj grafikonra, amely, mint említettem, szintén emelkedő trendben van. Itt a 67 dolláros szintet közelítjük, amely szerintem szintén egy erős ellenállás, hiszen a legutóbbi erőteljes zakó 50%-os Fibonacci szintje. Mindhárom termékre, így az olajra is igaz, hogy egy esetleges korrekciós hullám jó beszállási lehetőségeket teremthet, véleményem szerint az 58-55 dolláros zóna egy támasz például az olaj grafikonon. Amennyiben vétel és eladási pontról, kereskedési stratégiáról és mográncsról, vagyis kereskedési pszichológiáról többet szeretnél tudni, akkor ajánlom figyelmedbe a Sikeres Kereskedő című sikerkönyvet. Köszönöm szépen a figyelmet!